Köszöntöm Önöket, ez a Deac magazin, a Debreceni Egyetem havonta jelentkező magazin műsora. Bár az idény még nem ért véget, az már biztos, hogy a férfi röplabda csapat történelmi szezont zár. A Deac a pénzügyőr búcsúztatásával első ízben kvalifikálta magát az Extraliga legjobb 4 csapata közé, s bár az elődöntőben alulmaradt az esélyesebb Székesfehérvárral szemben, a bronzérem megszerzése reális cél lehet. Hosszú évek szisztematikus munkája látszik beérni a Deac férfi röplabda csapatánál. Hogy az együttes jó úton halad, az elért eredmények is igazolják, hiszen a fekete-fehérek a 2023-24-es kiírás során történelmi sikert elérve először jutottak be az Extraliga elődöntőjébe. Az egyetemi klub vezetőedzője Fodor Antal az állandóságban és a kitűnő kohézióban látja az előrelépés kulcsát. Hát legalább 2, de inkább 3 dolog, ami meghatározó volt. Évek óta törekszünk arra, hogy a csapat magja, nem csak a magja, hanem akit lehet, és olyan szintű játékos megtartsunk. És ebben szerencsénk volt, mert a játékosok is úgy érezték, hogy itt a helyük, és egybe tudtuk tartani minimális változtatásokkal a csapatot, és ez az egybetartás, ugye ez azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt egyre inkább megismerték egymást, nem csak a játékban, másba is, és ez egy ilyen magas szintű összeszokottságot eredményezett, és ez a csapatjátékban nagyon sokat lendített. Hozzátartozik az, hogy egy-két új játékos mindig bekapcsolódott a csapatba, és azok meg olyan szerencsés tulajdonságokkal rendelkeztek, hogy mind emberileg, mind szakmailag könnyen beilleszkedtek. Az összeszokott csapat nemrégiben egy magyar válogatott feladóval erősödött. A 22. életévében járó Mikulás Koch Marcel Debrecenbe igazolása előtt Európa egyik legnívósabb bajnokságában, a német Bundesligában szerepelt. Mikulás Koch Marcel nevem, 21 éves vagyok, feladó pozícióban játszok, felnőtt válogatott voltam a nyáron, most a német bajnokságban játszottam, ugye a szezon közben, és aztán nekünk vége lett a szezon, ugye, és jött ez az ajánlat, hogy jöhetek ide a Deacba befejezni a szezont, és reméljük sikeresen. A röplabda szerelmesei a vezetéknév hallatán joggal kaphatták fel a fejüket, hiszen az egyezés nem véletlen. Az újonnan igazolt feladó édesapja a korábbi kiváló játékos Koch Róbert, aki edzőként a magyar válogatott élén is bizonyíthatott. A debreceniek új játékosa elmondta, a családi kapocs erőteljes szerepet játszott a pályaválasztásban. Nagyon sok meccsét néztem már 6 éves korom óta, ott voltam mindig a pálya szélén. És hát például meccsek után egyből mentem oda hozzá kicsit játszani, labdázni, vagy otthon akár. Úgyhogy igen, tőle tanultam az összes, tehát az egész alapot, röplabdának az alapját, és miatta is szerettem meg nagyon ezt a sportágat. A feladó egyébként tartósan hiányposzt a debreceni együttesnél, az elmúlt években ugyanis rendre sérülések sújtották Tóth Andrást. Tóth pótlását idén sikerült megfelelően megoldani. Lévén Mikulás Koch Marcel mellett a saját nevelésű Pakóczi András is visszatért Debrecenbe. Fodor Antal szerint a két új játékos nagy segítségére lehet az együttesnek a következő lépés megtételében. A csapat mindenképpen hiányolta, hogy egy jó feladó kerüljön újra a csapathoz, bár megjegyzem, hogy a Tóth Andris lesérülése után sikerült leigazolnunk Pakóczi Andrást, aki szintén feladó és szintén jó, és az mi nevelésünk, hisz innen került Pestre. Tehát most igaziból 2 jó feladóval rendelkezünk, gazdagokká váltunk, hát addig még mindig szegények voltunk. És ez a 2 feladó, mindegyiknek az érkezés egy külön-külön pozitív jelt dobott a csapatnak, és javította azt az érzést, hogy javulhatunk, jók lehetünk. Noha az elődöntő favoritjának kezdettől fogva a székesfehérvári MÁV előre számított, a Deac játékosai nagyon elszántan vetették bele magukat a történelmi párharcba. Nekem az a cél, hogy bejussunk a döntőbe. Szerintem mindenkinek ez kéne, hogy ez a cél lebegjen a szem előtt, és akkor meglátjuk. Nyilván nagyon nehéz lesz, a Fehérvár egy nagyon-nagyon stabil gárda, nagyon ügyesek, de a helyes taktikával talán sikerült. A harci kedv a csapatban nagyon erős, meg erősödik, és a teljesítményünk meg úgy érezzük edzéseken, hogy javul. Az első meccs megmutatja, hogy hol kell, vagy hol lehet javítani, ha szükséges, és hogy mennyire vagyunk közel hozzájuk, hisz ők jobb állapotban vannak mások szerint. Mi reméljük, hogy mi vagyunk legalább olyan jó állapotban, mint ők. A nagy akarat végül nem párosult eredményességgel. Pár helyenként sikerült megszorongatni a székesfehérváriakat. A rivális végül a papírformát érvényesítve 3-0-ás győzelemmel jutott a fináléba. A MÁV előre a játék kezdetétől kezdve egy nagyon
lendületes, erőteljes játékkal rukkolt elő. Minden játékelemben olyan erőket vonultattak fel, amelyik, hát, hogy is mondjam, talán egy kicsivel több is volt, mint amennyit vártunk tőlük. Nagy erőfeszítést vonultatott fel mind a két csapat. Ők voltak az esélyesebbek, ez nem vitás, de a játékunk az ugye, ez én megítélésem szerint felnőtt a feladathoz. Ezek a kritikus pillanatok, ezek nem sikerültek. Bár a döntőbe jutás nem jött össze, a küzdelmek hamarosan folytatódnak röplabdázóink számára. A bronzcsatában a fővárosi MAFC BME gárdájával csapnak össze. Boldogan játszunk, és örömmel vesztük ezt az egész dolgot, mert tényleg nagy dolog nekünk is, hogy ugyan kitűzött cél volt, hogy a négy közé jussunk, de hogy tényleg bejutottunk, ez a csapatban nagyon sokat jelent, és innentől minden meccset a lehető legjobban és legpozitívabban kell lejátszanunk. A harmadik helyért zajló párharc első felvonását április 16-án, kedden 20 órakor rendezik meg a Desok sportcsarnokban. Minden jó, ha a vége jó. Így lehet ezzel a Deac férfi kosárlabda csapata is, mely minden idők egyik legizgalmasabb magyar bajnoki alapszakaszának utolsó körében biztosította be a helyét a rájátszásban. Angyeko Mandic együttesére nagy feladat vár a negyeddöntőben, hiszen a legjobb négy közé jutásért pályahátrányból kellene felülmúlnia a Zalaegerszeget. Meglehetősen idegörlően alakult a férfi kosárlabda élvonal idei alapszakaszának hajrája a Deac számára. A debreceniek sokáig kedvező pozíciót foglaltak el a tabellán, azonban a közvetlen végjátékban becsúszott sorozatban három vereség, így a zárókörben Szegeden kellett kivívni a nyolc közé jutást. Végül ez sikerült, a fekete-fehér együttes ötödikként kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszba. Nem volt egy különbség a csapatoknál, és úgy a sportforma is egy ugye, relatív dolog, hogy nem lehet ezt tartani egész alapszakasz közben, de lehet, hogy tudtunk egy picit jobban is szerepelni, mint szerepeltünk, de úgy gondolom, hogy az ötödik hely most így, ahogy mondtad, nehezen objektív, de ha most úgy szerintem ez a realitás. A hullámzás a teljes alapszakaszt jellemezte. Bravúr sikerek és meglepő fiaskók váltották egymást szinte mindegyik együttesnél, a mezőny pedig ritkán látható módon besűrűsödött. A csapatkapitány Mócsán Bálint nagy fegyverténynek tartja, hogy ilyen kiélezett küzdelemben is bekerültek a rájátszásba. Mindenképpen ez nagyon különleges bajnokság, vagy alapszakasz volt eddig, ugye az utolsó körben, nem tudom, 6 csapat volt még lehetősége a három helyet megszerezni, három hely valamelyikét, és nagyon örülök, hogy ez nekünk sikerült, ráadásul az ötödik pozíciót, ami azt gondolom, hogy egy jó kiinduló pont, annak ellenére, hogy a pálya előnyt nem sikerült megszerezni, de innen azért erre szerintem büszkék lehetünk, és innentől kezdve pedig a minél szebb eredményt szeretnénk elérni, elsősorban ugye elődöntőbe jutni az ETE ellen, aztán majd meglátjuk. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a debreceniek a hazai mezőny egyik legfiatalabb keretével érték el ezt az eredményt. Ez tovább növeli a rájátszásba jutás értékét. Azt is meg kell mondani, hogy mink igazából 6 felnőtt játékossal játszottunk sok időt. Most az a Garambölgyi felépül, 7, többi az fiatal. Én nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy egyetlen csapat vagyunk, aki csak 6 vagy 7 felnőtt játékossal rendelkezik. Csapatkapitányként Mócsán Bálintra hárult a társaság összetartásának feladata a sikeresebb és a sikertelenebb időszakokban is, amit ő kitűnően megoldott. Egyfajta ilyen hidat próbálok képezni a külföldiek és a magyarok között, egyben tartani a csapatot, motiválni őket. A szép győzelmek után nyilván örülünk, de azért mindenképpen próbáltam a földön tartani a társaságot, és a nehéz vereségek után pedig megtartani a hitet, mert ugye például itt az alapszakasz végén 3 zsinórvereség után kellett Szegedre menni, és ott idegenben bebiztosítani a rájátszást, és azt gondolom, hogy kellő hozzáállással mentünk ki a pályára, és ezért sikerült tulajdonképpen. Április 13-án meg is kezdődik a rájátszás. A 3 nyert mérkőzésig tartó párharc első felvonását a Dunántúlon rendezik. A Deacnak idén eddig nem volt szerencséje az ETE ellen. Az alapszakaszban mindkét összecsapást a kékfehérek nyerték, ám a vezetőedző úgy véli, megfelelő hozzáállással és kellő keménységgel lehet esély a továbbjutásra. Legfontosabb az a hozzáállás. Pozitív hozzáállás, meg nagyon fizikális játék. Tehát az a kettő dolog a legfontosabb. Nagyon fizikálisan játszanak, fault határon, mindig
főleg a három mezőnyjátékos nagyon veszélyes. Tehát ott a védekezésünk is kell, hogy sokkal jobban működjön. Mesteréhez hasonlóan Mócsán Bálint szerint is a győzni akarás bizonyulhat sorsdöntőnek a negyeddöntős párharcban. Meglepni egyik csapat sem fogja tudni nagyon a másikat, maximum kisebb taktikai változtatásokat beiktatni. Viszont ami szerintem igazán döntő lesz, és eldönti, hogy a két csapat közül melyik itt az elődöntőbe, az a koncentráció és a harcolás, tehát a hozzáállás, mert itt ugye 2-3 nap alatt lesznek meccsek. Az Etének is sokat kell majd utazni, nekünk is sokat kell utazni, a regeneráció nagy hangsúly lesz, és tényleg az a legfontosabb, hogy azon az adott napon milyen hozzáállással tudunk kilépni a pályára. Mindeközben a Deac U23-as alakulatára is nehéz mérkőzések várnak. Kádár Tamás csapata a felnőtt másodosztályban a Budafok ellenében igyekszik kiharcolni a bennmaradást. A B csoporttal a legfontosabb célunk a bennmaradás, ami a következő két meccsen akár el is dőlhet. Mindenképpen ez lesz a célunk. Nagyon pozitívan és magabiztosan állok hozzá ez a Budafok meccshez. Két találkozónk volt már. Kétszer sikerült nyernünk. Remélem, hogy a harmadik mérkőzésünk is ugyanígy fog majd teljesülni. A két sikerig tartó párharc odavágóját szerdán már lejátszották, mely a debreceni akadémisták magabiztos győzelmével zárult, így a másodosztályú tagság meghosszabbításához már csak egy diadal hiányzik. Ez pénteken idegenben be is gyűjthetik a Cívisvárosi akadémisták. A legjobb 8 között búcsúzott az Erste Liga rájátszásától a Deac jégkorong csapata. A debreceni csapat 4-1-re veszítette el az előzetesen is jóval esélyesebb, alapszakasz győztes Ferencváros elleni párharcot. A hullámzó szezont az együttes vezetőedzője és másodedzője értékelte stábunknak. Három vereség után hazai pályán 3-2-re nyert az alapszakasz győztes Ferencváros ellen a Deac. Több abér azonban nem termett a debrecenieknek az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. A Fradi az esélyeknek megfelelően 4-1-es összesítése jutott tovább a legjobb négy közé, ami a Deac vezetőedzője szerint papírforma, a különbségen viszont lehetett volna kozmetikázni. Egy sokkal összetettebb, erősebb csapatról beszélünk. Ugyanakkor azért lehetünk elégedetlenek az első három meccsen, nagyon sok 8 ajándék volt adtunk az ellenfélnek, nem mondom, hogy megnyertük volna, de azok egy-két gólos meccsek lehettek volna. A Deac a 8. helyen zárta az Erste Liga alapszakaszt. A lebonyolítás értelmében így az első helyen végzett Fradival kellett játszania. Az egyetemi csapatnak azonban valószínűleg akkor sem lett volna egyszerűbb dolga a negyeddöntőben, ha egy-két helyen előrébb végez, hiszen ez esetben erdélyi túra várt volna rá a címvédő Gyergyó vagy a Korona Brassó ellen. Vasszonyi Nártyom szerint ezek a csapatok sokkal erősebb légiósokkal rendelkeznek, ami miatt nem lehet reális elvárás ellenük a továbbjutás. Nem tudunk versenybe szállni erdélyi csapatokkal, vagy akár a Ferencvárossal, azt mindenki tudja. Úgyhogy szerintem a jégen pont az látszott, hogy a nagyobb tapasztalat, rutin, játéktudás egyénileg az kiütközött. Azokban a helyzetekben, ahol ugye a csapat, a munka feláldozás számított, mint például az emberhátrányos védekezés, azt szerintem nagyon jól működött, ha jól tudom, egy gólt kaptunk emberhátrányból. A Deac számára nem indult jól az idény, hiszen az előző évad már februárban véget ért, így többen nagy kihagyás után kezdték el az alapozás nyáron, majd a felkészülés ideje alatt sorban sújtották a sérülések a csapatot, ráadásul a keret jelentős része eleve kicserélődött. Nem volt ideális helyzetben a Vasszonyi Nártyom Berta Ákos edzőpáros, akiknek szintén össze kellett csiszolódni, hiszen bár játékostársak voltak már, szakemberként ez volt az első közös szezonjuk. Végére sokkal jobban koncentrálódott, hogy a gondolkodás menetét az Artyomnak én megértsem, hogy körülbelül hasonló döntéseket, vagy amiket ő döntött, mondjuk egy videóelemzésnél, azt most már időt szerintem a végén nem is kellett megbeszélni, mert az elején még ez sok időt elvett, és hogy így a szezon vége fele már igazából egyszerűen mentek a dolgok. A klub a Magyar Kupában a harmadik fordulóig jutott, ahol az Újpest ejtette ki, annak ellenére, hogy korábban a bajnokságban, majd a párharc odavágóján is nyert a Deac a fővárosi rivális ellen. Mindig ez a hullám völgy volt, ami ugye meccseken belül, ha úgy mondtam is többször, hogy két jó harmad után jött egy katasztrofális harmadik, vagy a második mindig rossz volt. Még mindig azt mondott, mi kerestük önmagunkat, és ha ez a meccs egy kicsit később jön, akkor szerintem
nagyobb lett volna az esély a továbbjutásnak. A csapat teljesítménye az ősz vége felé kezdett markánsan javulni. Onnantól mások mellett a dobogósokat, a Ferencvárost, a Brassót és a Gyergyót is legyőzte. Berta Ákos szerint idő kellett, hogy megtalálják a közös nyelvet a játékosokkal, de végül sikerült. Ez a jövő szempontjából hasznos lehet. A következő szezonban tudunk tanulni ebből a szezonból, hogy milyen típusú edzések, mikor és milyen mennyiségű edzéseket kell csináltatni játékosokkal. Ugye ez úgy van, mintha valami működik, például ott november, december, január tájéken egészen ugye a playoffig ott szerintem elég jó beállt a ritmus a csapatnak is, és mi is tudtuk, hogy mire lesz szüksége a csapatnak, úgyhogy jövőre ez már nem lesz kérdés például. A keret a tervek szerint április végéig folytatja a jeges edzéseket, miközben a háttérben elindul a következő szezon tervezése. Nyilván itt a másfajta edzések lesznek, mint ugye a szezon közben, és hát a menedzsment leül a játékosokkal, meg velünk is, és akkor megbeszéljük a terveket, megbeszéljük a keretet, hogy mik a lehetőségek, és akkor ennek függvényében fogunk leülni a játékosokkal a jövőt tervezve. Ami biztos, Vászőnyi Nátyom és Berta Ákos szívesen folytatná a közös munkát a Deacnál. Önfegyelem, kudarc és sikerkezelés. Csak néhány képesség, amelyeket fejleszt a sakk. A játék egyre népszerűbb Debrecenben, az egyik legnagyobb helyi közösség ráadásul a Deachoz tartozik. Az élet abban különbözik a sakktól, hogy a játék a sakkmatt után is folytatódik. Az idézet egy amerikai írótól származik, és bár ő a különbséget emeli ki, hasonlatosságból sincs hiány a kettő között. Így tartják ezt a Deac szakosztályánál is, ahol Mester Gyula foglalkozik a játékosokkal. Aki először nyer, akkor már hatalmas mellénye tud leülni, de ezt megtanítja az ember, hogy sajnos jön a következő part, és utána megint koncentrálni kell, de megtanít veszíteni is, megtanítja az embereket koncentrálni, stratégiai struktúrákat épít ki az emberben, algoritmizál. Tehát nagyon-nagyon sok területen tudom ajánlani, tehát hogyha van jó sport a rendszerben, ami leutánozza az életet, vagy az élet leutánozza, az a sakk. A szakosztály 3 éve tartozik a Deachoz. Kezdetben Juhász Mihály vezette, manapság azonban már Kis Gergely áll az élén. A szakember szerint a környék egyik legnagyobb sakk közösségét alkotják, ráadásul a társaság mintegy fele egyetemi polgár. Nagy felhajtó erővel bír ez egyébként a környéken élő sakkozók számára, nagyon sokan jelentkeznek hozzá, nagyon sokan szeretnének versenysakkozókká válni, és ebben a Deac minden segítséget megad, és hál' Istennek az új játékosaink is folyamatosan versenyeken, elsősorban egyébként csapatbajnokságokon bizonyítják azt, hogy rátermettek ügyesek, és van helyük a versenysakban. A szakosztálynak olyan játékosa is van, aki mindössze fél éve játszik, de már van esélye a győzelemre országos viszonylatban az amatőrök között. A Deac sakkozói egyébként péntekenként edzenek, jellemzően a játék különböző elemeit, például a megnyitásokat, középjátékokat, végjátékokat gyakorolják. Mester Gyula igyekszik változatos kihívások elé állítani tanítványait. Megtanultam őket arra, hogy igyekezzenek kérdéseket feltenni, jó kérdéseket feltenni egy játék során, igyekezzenek egy stratégiát végighívni, vegyenek észre motivumokat, stratégiákat tudjanak kezelni, és akkor ezek a céljaink. És nagyon jó hangulatú edzéseket szoktunk tartani, hatalmas a társaság tényleg. Ami nem kevésbé fontos, hogy hatékonyak is az edzések, ezt bizonyítják az eredmények. A Deac a megyei bajnokságban a bajnoki cím legfőbb várományosa, az NB1-ben pedig, bár erős a mezőny, az egyetemi csapat versenyben van a dobogó megszerzéséért. Igazából nekem a célom az volt, hogy a nemzeti bajnokságban, valamint a megyei bajnokságban minél jobb helyezéseket érjünk el. Jelenleg a Deac tud csapatot indítani az NB1-ben, NB2-ben, a megyei bajnokságban, valamint kifejezetten ifjúsági játékosoknak szerveztek megyei bajnokságot, és a megyei bajnokságunk az le fog zárulni hamarosan, az ifjúsági bajnokság meg már lezárult, azt örömmel jelentettem, hogy ezt a Deac meg tudta nyerni. A játékos keret összetétele korosztály és nem szerint is vegyes. A Deac sakkozói körülbelül ugyanazon a szinten vannak, így könnyű velük haladni, hiszen egységes gyakorlatokat tudnak csinálni. Igaz, a szakemberek figyelnek az egyénekre szabott oktatásra is. Azért nagyon jó sport a sakk, mert nem az ősz halánték számít jellemzően, hanem az agyi kapacitás és az agyi tudás, és sokszor egy 12 éves fiatalember vagy 13 éves fiatalember is nagyon komoly eredményeket tud elérni. Itt jellemzően egy szinten vannak a játékosok, olyan másodosztály, első osztály, az így a sakkozóknál ez ilyen 1800-as élőt jelent, azok vannak így együtt, és akkor ők körülbelül azért értik egymás szavait vagy mondatait, körülbelül ugyanaz a
stratégiai gondolkozás jellemzi őket. A Deac versenyzői hamarosan országos egyéni amatőr és profi versenyeken bizonyíthatnak, amelyekre többen éremesélyesként készülnek, és hasonló reményekkel indulnak majd a diákolimpián is. A szakemberek szerint a sakk akár egy fizikálisabb sportág mellé is jó kiegészítő elfoglaltság, aminek nagy a közösség formáló ereje, még akkor is, ha sokszor egyéniben indulnak a versenyzők. Viszonylag népszerűtlenebbnek számít mondjuk akár a látványsportokhoz képest, ezért én mindig elégedett vagyok azzal, hogyha jönnek hozzánk játékosok és nem mennek el, és azt kijelentettem, hogy amióta én vezetem a Deac szakosztályát, azóta nem történt ilyen, tehát játékos még nem hagyott el bennünket, csak jönnek hozzánk folyamatosan, úgyhogy én ezt hálával veszem tudomásul, hogy minket választanak a fiatal sakkozni vágyók. A szakosztálynál ezzel együtt dolgoznak a létszám növelésén. A tervek szerint például a Deac májusi családi napján is bemutatkoznak majd a nagy közönségnek. A műsor végén szokás szerint megmutatjuk az elmúlt hetek történéseit. Jégkorongról és kosárlabdáról már volt szó, most lássuk, hogyan szerepelt a Deac az elmúlt hónapban az NB3-as labdarúgó és az élvonalbeli futsal bajnokságban. 6 mérkőzéséből 4-et megnyert az NB3 keleti csoportjában a Deac labdarúgó csapata a legutóbbi adásunk óta. A mérleget a tiszafüredi döntetlen és a Kisvárdán elszenvedett vereség csúfítja el kissé. Az Újpest második csapata elleni 2-0-ás idegenbeli győzelemmel kezdődött el a tavaszi szezon az egyetemi csapat számára, majd jött a Reac elleni hazai találkozó, amit Herzku és Tóth Dániel góljaival 2-1-re megnyertek a debreceniek. Aztán következett a kisvárdai 2-0-ás vereség, majd Gyöngyösön egy szűk 1-0-ás győzelem. A tavasz legjobban sikerült mérkőzése a március 31-i hazai pályán lejátszott Sényő elleni összecsapás volt, ahol gólparádét rendezett a Deac. A fekete-fehérek meg sem álltak 5 találatig, miközben egyet sem kaptak. Tóth Dániel, Soltész és Tomola mellett Tocsukú is betalált, utóbbi 2-szer. A Deac 23 forduló után az 5. helyen áll a tabellán. A férfi futsal NB1 rájátszásában 2 vereség mellett 1 döntetlen és 1 győzelem az elmúlt havi mérlege a Deacnak. A Berettyóújfalui megyei rangadón minimális különbséggel 7-6-ra kikapott az egyetemi csapat. Ezt követte a listavezető Haladás elleni hazai mérkőzés, ahol nem sok babért termett a debreceniek számára. A szombathelyi együttes meg sem állt 5 gólig, miközben a Deac mindössze 1-szer tudott betalálni. A következő fordulóban ismét hazai pályán lépett pályára a fekete-fehér együttes, és kiváló meccset játszott a második helyen álló Kecskeméttel. A kiegyenlített küzdelmet hozó találkozó 2-2-es döntetlennel ért véget. Legutóbb idegenben, Veszprémben lépett pályára a Deac és nyert 3-2-re, így 7 mérkőzést követően az 5. helyen áll a felsőházi tabellán. Ez volt a Deac magazin, legközelebb májusban jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!